Sziasztok srácok, Sándorból fülök és a C2 és túl még Tank Crew DLC-jéből. Most kapott a játék egy frissítést egyébként, és más egyebekben toronyforgatást akar menni állítani, és a haszkicsiban az optikáknak használatát elvileg kicsit upgrade-elték. Nem tudom pontosan mit jelent ez, mert nem teszteltem be igazából. Ami viszont foglalkozni fogunk az SDK Flagger 184 Ferdinand. Mégpedig 1943. július 11-én délután 4 órakor az első SS Partros divízióval fogunk harcolni. Rhino 1, Rhinoceros 1 rádió hívójel mellett. Ugye a Lipstandard Adolf Hitlernek a tigris tankai be fognak nyomulni ebbe a faluba, őket kell fedezni. Számítunk arra, hogy a szovjetek 150 km-es tankhártó nehéz taraszokat, önjáró taraszokat, ugye 152-ket helyeznek el a szemközti domboldalon. Meg kell gátolnunk azt, hogy képesek legyenek rálőni a tigrisekre. A Ferdinandnak a 3 km-es ható távolságával ez elvben nem jelentett problémát. Német technológia nyilvánvaló felső rendűségéről, superior voltáról, úgyhogy senkit nem kell meggyőzni, egyszerűen jobbak a tankjaink. Na már most, hány 120 km-esek vannak mellénk rendelve férhelyenyók? Ezután jelzem azt, hogy a tankforgatókönyveknél találtak ezt meg, Tank Scenarios, és ez az egy, a Ferdinandi, az bugos. Úgy bugos, hogy elmentek a Lightromotort és kinyitod a parancsnoki búvó nyílás fedelet, akkor a botok újra töltenek lőszerrel, újra málázódik a lőszerrel. Remélem, hogy ezt a bugot javították most, mert ha nem, akkor a Ferdinand nem fog tudni lőszert magával hozni. Éppen ennek érdekében a Ferdinandnál 50 darab APH páncéltörő gránáttal máláztunk így alapból. Remélhetőleg, hogy az elég lesz az 50 darab, azért mégsem fogok olyan rosszul lőni. Akkor pedig elegendő kell, hogy legyen. Na már most. Messzre én nagyon nem is szeretnék menni. Igazából csak beállunk így szembe. Annak érdekében, hogy jobban állásunk a célpontokra, kioldjuk a löveget. Motort le is állítjuk szépen, a parancsnok úrral pedig ki. Kigombolkozunk, megkapta a tűzkiváltásra a parancsot a két fejdelem, mi pedig már is beállítjuk 2700 méter környékén a löveget. Aztán kicsit bebugoltunk, de semmi pánik. Oda csavarjuk az optikai zoomot, azok a kis pixel halmazok. Wow, másik rendbe dönt a tank, jó. Annyira mégsem. Ez ilyen pixel snipe-os misszió. Kicsit becsülünk a távolságnak. Vagy mégsem. Nem, ez sok. Hopp, azt talált kellett volna, hogy legyen. Hát gyerekek, én veszek meg, ha látom, mit csinálok. Ami nem a legegészségesebb. Az a baj, hogy még sejteni is alig-alig sejtem, hogy mire lövök. Egy 62-t megöltünk, az biztos.
Egyszerűen nem látom a célpontot. Hát igen, szép és jó dolog, hogy a fejednek megvan a 3 km hatótávolsága, csak kicsit is párás a levegő. Már nem látod a célt. De az oroszok agyonlövetési szakszerűen csorbáltak egyébként. Ez gyúl a gyerekek. Az meghalt. Végre megöltük. Gyönyörű, na az felrobbant nekek az lőszerek, ezt kapott. Véleménye szerint ez egy találat volt. Ha az ágyú hangerekciót vált ki valaki, teljesen egészséges, semmi pánik. Mondta, hogy találat. Na, először nem fogyulatom, ezt a bugot fixálták végre, ha és ennek most már nem kell félni, kifogy a lőszer. Szerintem eltaláljuk mi ezt, csak nem eléggé. Hát gyerekek. Megnézem a parasnoki binóval, hogy mi a helyzet. A füstölő roncs mellett ott van pedig a ganajtúló. Egy kis zoomot még Jürgen. De miért nem találjuk el? Ott a háttérben lévő célpont egyébként csak teherautók és más kiszolgáló járműek, azokkal nem akarok foglalkozni. Végre.
Na akkor indítunk. Und los geht's! A parancsunk az arra szorul, miután felszámoltuk azonnali fenyegetést. Márpedig 152 mm-es az nem maradt. Move on social more targets. Menjünk közelebb a következő célpontra. Pontosabban a következő célkoordinátához. Ami kisebb magaslat. Hát a cáig az valami gyönyörű, gyerekek, tehát. És a méltóság teljesen mennek így előre a fejderándak, így a kiszolgáló járművek. Egy üzemanyag szállítós, két félhárnyó, az pedig a lőszert hivatott ugye hozni. Most már végre dolgoznak is a fiúk. A few moments later. Igen, az ellenséges repülőgépek azok sajnos felszálltak. Annyira azért nem gyors. Inkább egy picit jobbra. Igen, tehát attól függ, hogy a terepen hogy dől egy kicsit jobbra-balra a tank, nyilvánvalóan nem álltak viszontesen, akkor a lövedék jobbra vagy balra el fog kicsit oldalogni. Ez különben tetszik nekem, hogy ez ennyire realisztikusan le van modellezve. Hát igen, az úgy lőszerre kezd. Annyira nem látom, mire lövök. Magasabb nehézségi szinten, markerek nélkül. Nem is vállalkoznék rá szerintem, mert egyszerűen nem látom a célt. Weidmanns Heil! Gut, ich hoffe, Jürgen. Wir haben sie zum Börsenabicht. Oh ja. Na, 2008. Na, na, gut, dann was ab. Az kigyulladt.
Szerintem az első tüzet sikerült aloltaniuk. Na. Az talán találat volt. Ez biztos, hogy földet kaptam, mert akkor kapik Gellert a 88-as. Talán előtt a csapódba. Fú, gyerekek, az én szemem milyen rossz, hogy ti se látjátok. Komment mezolom, hogy írjátok le, hogy... Hát akkor volt valami sejtésetek arra, hogy hol vannak a célpontok. Na ez lőszerek, ez találat. Megkaptuk egyébként a parancsot rá, hogy szárkozzunk fel a tigrisek mellé. Úgyhogy hagyjuk is a teherautók zakatását. Los Gates! Ilyen 2800-2700 métereket stabilan lőttük, és a mérleg az, hogy egy teherautó vagy közepes tank, ez egy T-34-es lőttünk ugyan utoljára. Így majd 3 kilométerről. És 8 darab 272-es. One hour later. Úgy tűnik, hogy nem ide kellett jönni, ahová én számítottam, hanem kaptunk egy újabb iránymarkert, és 2700 méter távolságra mindhat célpont jelölt volna fel a horizonton. T-34-es hullahegyek. Oda tartunk. Vadul élnek bennem a remények arra vonatkozóan, hogy még meg lehet az experte. És nem nyomorult terrorokra gondoltam, hanem közepes tankokra. Nagyon lemagyott a 20. páncélos hadseregnek a T-34-es évfónak megpróbálni egy ellenlökést, egy válaszcsapást. És ezek a lesőpuskás tigrisek nem fogják kikapkodni előlünk. Ezt most bízzátok szépen a hosszú csövű 88-asra. Kapták azért a pákoszt, ők is úgy látom. Harcoltak a fiúk. Legalábbis az első járműnket azt megszedték. Kiegészítő páncélnak fel. Heftelt láztalp görgőket azokat le. És láztó szemet, bocsánat, azt leszedték róla. Losz! Gyerünk kíván, nyomjátok, van még benne!
Van még tankotok, bírjátok. Und halt. Na pihentessék ezt a motort, mielőtt kigyullad. Szerszoptikának oda tekerni. Azok még egyenlőre domtakarása mögött vannak. Nekem meg eddig szólt a parancsom. Jönnek. Jönnek a disznók. Mondjuk, hogy eltűnnek a célpont a kedves fejlesztő, úgy elég nehéz ezt lőd rájuk. Ja, beve dom mögé. Bocsánat, már kezdtem megijedni, hogy... Az kikötte a trónyod, bátya! Megbizakodóak a bolsevikok. Biztos Marxos és Engelszt olvastak reggel. Elkapta őket a harci szellemmel, rák mertek lőni. Egy ekkora monstrumra. Ilyen távolságból. Fától. Lehetséges, hogy felé jövünk. Az a baj, nem látom túlságosan jól a célt. Ah! Gute Schuss! Unsere Licht! Neuer Ziel, Panzer! ...2300-ról. Most már nem látjuk le a motort, mert előfordulhat, hogy... ...utána kell fordulni a kutyáknak.
láncolhattuk talán. Megvan. Megvan az experte, gyűlik szépen. Gute Chance. Unser Links. Halt. Schießen. Kicsit rövid. Weimann's High! Szerintem maradt is elég lőszerünk, úgyhogy végrehajtjuk a parancsot, azt szerint pedig vissza az elfogadni kívánt faluba. KV1-es gyerekek, nehéz tankokat csaptunk ki. 17 páncélos és egy teherautó. Megvan az experte. A few moments later. Nem csodálom azt, hogy lőszer töltési opciót kapunk hozzá. Azért szép hosszú küldetés, jó sok célponttal. Na de hát nem nyaralni ment a keleti fronton a Liebsteinnál Adolf Hitler. Elfoglaltuk a falut. Mission complete. My Führer. A kijelölt célt elértük, a falut elfoglaltuk. Remélem, hogy élvezhető volt a szinten a Feldrán gameplay, srácok. Sándor Gróf voltam, az egyiket is tudom még. Tech Crew DLC-jéből. Auf Wiedersehen.